Tisztelettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit, aktuális kérdések című műsorunkat látják, amelynek mai vendége Dobos László polgármester úr. Tisztelettel köszöntöm a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást, tisztelettel köszöntöm én is önt és a kedves televízió nézőket. Eltelt a nyár, egy szép időszakon vagyunk túl, de mielőtt belefognánk ténylegesen az aktuális nyári kérdésekben, talán érdemes arról beszélni, hogy mit is csinál egy polgármester? Lehet együgyű egy kicsit a kérdés, de nagyon sokan nem is tudják. Hát mit csinál egy polgármester? A polgármesteri munka az nagyon-nagyon összetett feladat, nagy kihívás, nagyon szép munka, nagyon felelősségteljes munka, és ha sikeresen csinálja az ember, akkor mindenképpen nagy öröm. Nagyon sok mindent kell csinálni, gyakorlatilag a jegyző segítségével, illetve a jegyzővel együtt irányítani a hivatal munkáját, különböző pályázatokat előkészíteni, megvalósítani, az önkormányzati intézményeket gardírozni, azoknak a munkáját felügyelni, és természetesen, ami legfontosabb, a kapcsolattartás a lakossággal. Ez különböző formákban tud megvalósulni, akár személyes találkozások alkalmával, akár eseményeken, rendezvényeken történő beszélgetésekkor, illetve hát természetesen van fogadó óra is, ügyfélfogadási rendszerben működünk, nem csak én, hanem a képviselők is, és ott is meghallgathatjuk azokat a gondokat, javaslatokat, ami előré viheti a város fejlődését. Nehéz röviden összefoglalni ezt a munkát, hiszen végtelenül összetett. Természetesen szükséges a kapcsolattartás a felsőbb irányítással, a különböző minisztériumokkal, nagyon sokat kell ezügyben járkálni, ha az ember azt szeretné, hogy előre mozduljon a települése. Ennek mi tulajdonképpen a pozitív oldalát látjuk, annak ellenére, hogy nagyon sokat kell kilincselni, de úgy érzem, hogy Karcag városa iránt és irántam is nagy a respekt a döntéshozók körében, így előbb-utóbb, ha nehezen is, de legtöbb esetben sikerül kiharcolni azt, amit szeretnénk elérni. Én az a típus vagyok, ha kidobnak az egyik ajtón, bemegyek a másik ajtón, mert addig próbálom ütni a vasat, amíg sikerrel nem járok. Említette polgármester úr, hogy nagyon sokat kell azért dolgozni, hogy Karcag fejlődjön, de Karcag valóban fejlődik, és töretlenül fejlődik. Ha néhány fontosabb beruházást kellene kiemelnünk a város életéből, miket említene polgármester úr? Nézd, a helyzet az, hogy én karcagi születésű vagyok, én az életem legnagyobb részét, kivéve a katonai éveket, illetve a felsőoktatásban töltött időszakot, a városban töltöttem, itt éltem meg, 38 éve szolgálom pedagógusként, illetve köztisztviselőként, közalkalmazottként a települést. És hát ez motivál arra, hogy amit nagyon sok szépet kaptam ettől a várostól, a szülővárosomtól, én mindenképpen megpróbálom ezt visszaadni, megszolgálni azt a bizalmat, amivel engem elláttak már most ciklusokon keresztül, és hát ezügyben ténykedek, és erre próbálom sarkalni a társaimat is. Egyébként nem nehéz, hiszen egy nagyon jó kis csapattal, nagyon jó képviselőkkel dolgozom együtt, akik a mi oldalunkon vannak, azok töretlenül a város fejlődését segítik elő, és ezt mondhatom el tulajdonképpen a hivatal munkájáról is. Keményen mögénk álltak, és nagyon szorgos, nagyon pontos munkával dolgoznak a kezünk alá, és ennek következtében természetesen azért nagyon szép sikereket értünk el, ez kár lenne tagadni, és talán szerintelenség nélkül mondhatom, hogy a város fejlődik. Nekem egyébként is az a célom és a szlogenemben, vagy a életfelfogásomban benne van, hogy egy nyugodt körülmények között kiegyensúlyozott helyzetet, állapotot hozzunk létre ezen a településen, egy olyan várost, egy olyan lakóhelyet, munkahelyet, ahol az emberek jól érzik magukat, és örömmel töltik itt a napjaikat, örömmel élnek itt, és az ide látogatók is jól érzik magukat.
Ez is egy végtelenül összetett feladat, hiszen nem biztos, hogy a kettő mindig találkozik, de egy összhangot mindenképpen meg kell teremteni. Ennek szellemében alakítjuk ki a fejlesztéseinket is, és valóban nagyon sok minden elkészült ebben a városban, az elmúlt ciklusban. Különböző energetikai fejlesztések, délinéi városháza, megújult lombkoronasétány, kosárlabdaliget, különböző kondiparkok, és ami nagyon fontos véleményem szerint, hogy mind a fiatalokról, mind az idősebbekről is tudunk megfelelően gondoskodni, ennek szellemében újítjuk fel az óvodáinkat, tulajdonképpen ebben a ciklusban 5 óvoda felújítása is megvalósult. Volt olyan, ahol csak részleges felújításra volt szükség, volt olyan óvoda is, ami tulajdonképpen a csupasz falakig vissza lett bontva, és teljesen újjáépült. Hát ezzel az a célunk, hogy megfelelő körülményeket teremtsünk a nevelés területén. Egyébként egy kiváló, sokszor elmondtam már, de nem győzem eleget hangsúlyozni, egy kiváló óvodai rendszer működik a városunkban, tehetségpontként is működik, és valóban csodájára járnak az egész országból, hogy milyen szép munka folyik a városunkban. És a célunk továbbra is az, és ez szerintem már jó rész meg is valósult, hogy ezekben az óvodákban olyan körülményeket teremtsünk, hogy bárhol, bármelyik nyugat-európai országban is megállja a helyét az a rendszer, ami itt működik. Van összehasonlítási alapon, több ilyen rendszert vizsgáltam meg a környező és a nyugati országokban is, és bátran állíthatom, hogy ott sem jobb a helyzet, sőt. A másik, ami nagyon fontos véleményem szerint, hogy miután azért nagyon sok az idős ember, az idősekkel is foglalkozzunk, és ennek szellemében az idősek otthonait is folyamatosan fejlesztjük. Ez megtörtént már a Zöldfaúti idősek otthona esetében, és most vagyunk éppen a Horváth Ferenc úti idősek otthona felújításának kellős közepén. Ott már a pincerendszert, a konyhai részleget sikerült felújítanunk, átadnunk, és most következik majd a lakóterületnek, a lakótereknek a megújítása. Ez is nagyon fontos, úgy gondolom, hiszen így egy keretbe zárjuk a legfiatalabbaktól a legidősebbekig haladva, nyújtunk segítséget, támaszt az itt élőknek. Közintézmények mellett természetesen a szórakoztató intézmények, a fogalmazhatók így, a Dériné is megújult, illetve a strand is folyamatosan fejlődik. Ez is koncepció, hogy ezek az intézmények, ezek a területek is fokozatosan egyre nagyobb élmény nyújtsanak? Nézze, a város földrajzi adottságait tekintve nincs kedvező helyzetben. Tehát ha összehasonlítunk egy olyan települést, mint mondjuk Lilafüred, vagy egy olyan településsel hasonlítjuk össze a Karcagot, ami vízparton fekszik. Ahhoz képest nekünk például az idegenforgalomért pokolian meg kell küzdenünk. Vannak itt is természetesen olyan látványosságok, amit érdemes bemutatni, és erre is törekszünk. De mindenképpen egy olyan koncepciót kellett kidolgoznunk, és ennek mentén haladunk, hogy még további vonzerőt állítsunk az ide látogatók számára, hogy valóban egy kitörési pont lehessünk. Ennek szellemében fejlesztjük az intézményeinket, ennek szellemében fejlesztjük azokat az idegenforgalmi sport és szórakoztató központokat, ami már a rendelkezésünkre áll, és természetesen ennek szellemében indítottuk el a Karcagi Gasztro és Élményparknak a megtervezését, megépítését, és ennek egy része például a Sámán dob is, de ez csak egy része ennek, és én bízom abban, hogy ez olyan vonzerőt teremthet az emberek a más településeken, az ország más részein lakók, illetve a külföldiek számára, maga az élménypark, az ottani látványosságaival, a strandfürdő, a különböző sportolási lehetőségek, ami egy kitörési pont lehet a város számára. Nekünk sokszoros energiát kell és pénzt kell belefektetnünk abba, hogy ez sikerüljön. Még egyszer mondom, a
természet által gazdagabban ellátott településeknek könnyebb a helyzete, de mi itt élünk, és nekünk itt kell tenni a dolgunkat. De mégis jó alapokkal rendelkezik a gasztronómia talaján, ugye Karcag, ugyanis nyáron minden évben megrendezésre kerül a Birkafőző Fesztivál, ami egyre-egyre több embert vonz ide. Hát ez bizony egy nagyon nagy rendezvény, és nagy örömünkre szolgál, hogy olyan színvonalra fejlődött, mint amilyennek láttuk a idei évben is. Én azt mondhatom, hogy az idei esztendő fesztiválja minden idők legjobb fesztiválja volt, és ez valóban már egy fesztivál hangulatot is árasztott magából. És hát a karcagi emberek ritkán szoktak dicsérni, inkább kritikusak, ezt már megszokhattuk, egyébként én is hajlamos vagyok erre, de az biztos, hogy nagyon-nagyon sokat megállítottak, és azt mondták, hogy hát ez egy kiváló rendezvény volt, köszönet mindenképpen azoknak, akik ennek a szervezésével foglalkoztak. Tényleg a helyén volt minden, én úgy gondolom, hogy a kidelátogatott jól érezhette magát, és ez a célunk a jövőben is, és hát ahogy szoktam az ilyen interjúk alkalmával mondani, mindig szeretnénk megújítani, fejleszteni, mindig legyen benne egy kis változtatás. A birkapörkölt az egy olyan étel, ami utánozhatatlan, egyedi, és ritka az olyan étel, amire azt lehet mondani, hogy erre lehet alapozni, de akár erre egy gasztronómiai turisztikát is fel lehet építeni, és hát fontos része az életünknek, ki kell ezt használni sok minden más egyébben együtt, ugyanúgy, mint a gyógyvíz, vagy a kitűnő sportolási lehetőségek. Ez mind alapot arra, hogy a jövőre nézve még további fejlődési lehetőséget tűzünk ki magunk elé. Csak egy kérdés erejéig, még itt maradva a Birkafőző Fesztiválnál. Ugye rengeteg ember érkezett ide Karcagra, akik nyilván nem csak a birkapörkölt miatt, hanem Karcag miatt is ide látogattak. Polgármester ugye mindig kint van ezeken a rendezvényeken. Milyen érzés ilyenkor végig sétálni az emberek között és beszélgetni? Hát nagy boldogság, azt kell, hogy mondjam. Látni azt, hogy jól érzik magukat, jó hangulatban telnek a percek, órák, egyébként is jó látni azt, hogy a karcagiak hazajönnek ilyenkor szinte rituálé-szerűen, és hozzák magukkal az ismerősöket, a vendégeiket, a hangulat pompás, pokolian jó érzés. Nem csak ez az egy fesztivál van ugye itt a városunkban, hanem augusztusban ugye a nagy kunsági kulturális napok, ami ugye teljesen elkülönül, legalábbis stílusában a birkafőző fesztiváltól, bár itt is lehet ugye a hungarikum ételt fogyasztani. Ez hogy sikerült idén, ha jól tudom, akkor ez is nagy siker volt. Így van, a nagy kunsági kulturális napokat megújítottuk úgy szintén. Tehát észre kell venni, hogyha valamilyen esemény, rendezvény elfárad, azon mindig változtatni kell, hogy folyamatosan fenntartsuk az érdeklődést. Nyilvánvalóan számításba kell venni azt, hogy mikor esik valamilyen rendezvény, hát miután ezek kültéri programok, az időjárás is keményen befolyásolja ezeket, mindig meg kell újítani. Én úgy gondolom, hogy a mostani programok is kiváltották az embereknek a dicséretét, a lelkesedését, legalábbis a nézőszámot tekintve mindenképpen. Én nem sok olyan város tudok, nem csak Magyarországon, hanem még Európában sem, ahol egy koncert után egyszerűen csak meg kell fordítani például az ülő alkalmatosságokat, és azután lehet nézni a tűzijátékot. Nem sok olyan települést tudok, ahol ilyen gazdag programmal állnak rendelkezésre, egyes ilyen alkalmakkor, tehát azt mondom, hogy ez is jól sikerült, és nem csak én mondom ezt, hanem a visszajelzés. Én mindig a visszajelzések alapján mondom ezt, a ilyen rendezvényeken a szerzők tudják leginkább, hogy én vagyok a legkritikusabb, tehát mindent észre kell vennem, és meg kell néznem is. Hát én nem is rejtem vék alá a véleményemet, hogyha valami olyat látok, ami esetleg másképpen kezelendő, másképpen kellene csinálni, hogy még hatékonyabb, még jobb legyen. Pont ezt is akartam kérdezni, hogy polgármester úr ellátja tanácsokkal a szervezőket, amit esetleg tapasztalatból gyűjt az emberekkel beszélgetve, hogy talán merre is kellene ezeket vinni? Egymást irányítjuk ilyen esetekben. Tehát amikor leülünk a szervezőkkel és azokkal a vezetőkkel, akik kompetensek ebben a munkában, akkor
elmondjuk közösen mindannyian, hogy mit szeretnénk, mit várunk ettől a rendezvénytől, eseménysortól, és akkor az ötlet gőzét tartunk, kielemezzük azokat a korábbi tapasztalatokat, ami a rendelkezésünkre áll, és ennek alapján állítjuk össze. Tehát ott mindenki abszolút egyenrangúan elmondja a véleményét, és így rakjuk össze mozaikszerűen ezeket a rendezvényeket, eseményeket. Szerintem a közös gondolkodásnak nagyon sok előnye van. Ha már közös gondolkodás, és sokszor el is hangzott a mostani beszélgetés alatt, hogy rengeteget beszél az itt élőkkel, ugye nem csak polgármesterként, hanem képviselőként is képviseli az embereket a testületben, ugye az ötös számú választókerületben választották önt meg, és az ott élő embereket képviseli. Beszéljünk erről a körzetről egy picit, hogy be tudjuk határolni, melyik ez a körzet itt Karcagon, és mik azok az aktualitások, amik erre a körzetre vonatkoznak. A város keleti részén helyezkedik el a választókörzetem. Én egyébként azt szoktam mondani, hogy nekem az egész város a választókörzetem, de nyilvánvalóan erre a területre még nagyobb figyelmet fordítok. Ez egy kertvárosi részből áll, és egy belvárosi részből. Ennek megfelelően kell kezelni a két területet. Én is ebben a választókörzetben lakom, tehát jól ismerem az embereknek azon gondjait, ami naponta felmerülhet a gondolataikban, hiszen én is ugyanúgy élek, mint a többiek, én is ugyanúgy húzom ki bizonyos napokat a kukát, én is ugyanúgy tapasztalok mindent, ami a közlekedéssel, a körzetben történő közlekedéssel kapcsolatos, tehát gyakorlatilag ugyanazt érzékelem, mint az ott élők. Minden egyes járdaszakasznak, minden egyes felújított csatornaszakasznak, árokszakasznak, ami megújul, annak ugyanúgy örülök, mint az ott élők. Természetesen tudomásul kell venni, hogy egyszerre mindent nem lehet megcsinálni, tehát egyrészt nem tehetem ezt a körzetet más körzetek elé, ugyanolyan jogokkal kell rendelkezni, mint más a város más egyéb területeinek is, tehát itt összhangba kell hozni a képviselőkkel, a közvetlen képviselőkkel a fejlesztési lehetőségeket. Össze kell fésülni. Természetesen a rendelkezésünkre álló anyagi javakból a lehető legjobbat szeretnénk kihozni, és én úgy gondolom, hogy minden döntés komoly átgondolás után születik meg, tehát nem csapkodunk, nem kapkodunk. Én türelmet kérek a körzet és a város minden lakójától ebben az ügyben, hiszen ez olyan, mint egy családi fejlesztés, egy családi háznak vagy egy lakásnak a fejlesztése, lépésről lépésről lehet haladni, nem lehet egyszerre mindent megcsinálni, és nem lehet mindenkinek egyszerre a kedvére tenni, de egy nyugodt, stabil, kiegyensúlyozott fejlesztést szeretnék végrehajtani a képviselőtársaimmal egyetemben, akik ebben partnerek is, és ők látják, hogy a költségvetés számadataiból, hogy mi áll a rendelkezésünkre. A körzetre szűkítve, mik voltak azok a legfontosabb dolgok, amit sikerült az elmúlt években megcsinálni, amit esetlegesen az ott élők nagyon szerettek volna? Hát még az embereknek a legfontosabb az, hogy a járdák, az utak, az árkok, az előttük lévő közterület rendben legyen. Ez teljesen mindegy, hogy aztán mekkora, milyen magas a templomtorony, vagy mik épülnek, az egyszerű ember számára ez fontos. És hát ezeket próbáltam én is a lehetőségeimhez mérten, közvetképviselő lehetőségeimhez mérten megvalósítani. Ennek szellemében, ahogy már mondtam, készültek el azok a bizonyos ároklepedések, árokfelújítások, járdaszakaszoknak a javítása, megújítása. Egyébként most, hogy a riport készül, is folyamatban van tulajdonképpen mind a 8 körzetben egy ilyen felújítási rendszer, és ez az én körzetemet is érinti. Ez az alap. Tehát az embereknek ez a legfontosabb. És innen lehet tovább építkezni. Az, hogy közben a játszóterek is a körzetben megújultak, az, hogy a villanyrendőr elkészült a postai csomópontban, az, hogy a kisújszállási út is teljesen
megújult és felújítása került, az is nagyon-nagyon fontos dolog, de az embereknek a közvetlen közelében lévő apró dolgok a legérintőbbek, és ezzel próbálok javítani. Ugye nem mindig volt így, hogy ilyen könnyen lehetett fejleszteni. Most se könnyű, de talán könnyen, mint az elmúlt időszakban. Ugye ön a megyei közgyűlés tagja is, így pontosan látja azokat a forrásokat, hogy miként kell küzdeni érte. Beszéljünk erről a munkáról is röviden. Tehát mi történik a közgyűlésben? Hogy dolgoznak ott a képviselő polgármesterek? Hát a megyei közgyűlésben nem csak polgármesterek vannak, hanem tulajdonképpen a listáról bekerült személyek testesítik meg a közgyűlési grémiumot. Ott a megye fejlesztése a legfontosabb, és ott a pénzügyi bizottságnak vagyok az elnöke, tehát valóban látom azt, hogy milyen források állnak ott is rendelkezésre. Én azt kell, hogy mondjam, hogy nyilvánvalóan semlegesnek kell lennem, de azért azon munkálkodik az ember, hogy a saját településének a fejlesztését segítse elő. A megyei közgyűlésnek egy picit csökkent a súlya, hiszen a korábbi intézményrendszereket leválasztották a megyéről. Nagyon összetett is volt, és szerintem kezelhetetlen, tehát egy bölcs döntés volt az, hogy ezeket leradírozták a közgyűlés feladatai közül, tehát nem hiszem, hogy egy közgyűlésnek, egy megyei közgyűlésnek arborétumokkal, oktatási intézményekkel, szociális intézményekkel, múzeumokkal kell foglalkozni, egy megyének legyen a feladata a megye fejlesztése, területfejlesztési feladatokat lásson el, és most ez is történik napjainkban, hát ennek megfelelően dolgoznak az ottani képviselők. Hasonló egy városi önkormányzati munkához, de mégiscsak más, nagyobb területről van szó, még perkeken belül is nagyon keményen kell lobbizni, hogy sikerüljön, létrejöjjön valami. Örömmel mondhatom, hogy a legutóbbi alkalommal sikerült a legkisebb kartodiak számára egy nagyon-nagyon komoly összeget kiharcolnom. A megyében a legnagyobb támogatást fogjuk majd megkapni bölcsőde fejlesztésre. Ez több mint egy 500 milliárd forint lesz, úgyhogy az oldák után most már a bölcsődei rendszert is sikerül majd megújítanunk. Ugye a megyei közgyűlés talán egyik legfontosabb feladata volt, és van is ugye a területi operatív programnak a forrásainak a koordinálása. Ebből hogy részesült Karcak, hanem is összegszerűen, de jól tudott ebből fejlődni a város? Én úgy gondolom, hogy igen, milliárdokkal gazdagodott a településünk, de hasonlóképpen a többi település, mert arra kínosan ügyeltünk azért, és ez szerintem így van rendjén, hogy minden település részesüljön ezekből a lehetőségekből, a legkisebbtől a legnagyobbig. Én úgy gondolom, hogy Karcak jól sáfárkodott ezügyben, hiszen ahhoz képest, hogy milyen nehéz volt ez a rendszer, tehát először meg ki kellett találni, hogy mik azok a dolgok, amire pályázunk úgy, hogy ráadásul ugye be volt határolva, hogy mikre lehet pályázni, és utána indulhatott el az a bizonyos tervező-szervező munka, ami az alapját képezte annak, hogy valóban megkapjuk, illetve egy jó pályázat alapján elnyerjük azokat az összegeket, amiből lehet fejleszteni. Nagyon sok minden valósult meg ebben a városban, és még egyszer mondom, milliárdok érkeztek ide, és nem baj, hogyha az ember ott a döntéshozatal közelében van ilyen ügyekben is, hiszen az magától értetődő, hogy azon túl, hogy én a megyei érdekeit is képviselem, mint megyei közgyűlési tag, nagykunság érdekeit, és azon belül leginkább Karcak érdekeit. Ha összegzünk az elmúlt időszakról, elmondhatjuk azt, hogy Karcak megint lépett egy nagyot előre a fejlődés útján? Én azt gondolom, hogy elmondhatjuk. Tehát mindig is az volt a cél, hogy a városunk, Karcag, a körzet vezető települése legyen minden szempontból, és én azt látom, hogy ez nem hogy megmaradt volna, hanem még erősödött is. Nyilvánvalóan itt sem minden tökéletes. Olyan település nincs is, ahol ne legyen probléma. Ez városvezetőként tekintve, hogyha
azt nézem, hogy adott esetben, adott szituációban Los Angelesben milyen problémák vannak, Londonban, Tokióban milyen problémák vannak, ami aztán tényleg a fejlett települések kategóriáját erősíti mind a három, és lehetne még sorolni. Tehát olyan, hogy minden egyszerre tökéletes legyen, az csak egy álom. Tehát ebben a munkában ez a szép, hogy vannak kihívások, vannak problémák, amiket meg kell oldani, azon túl, hogy közben folyamatosan fejleszteni kell. Ha már fejlesztés, mit tartogat a jövő a karcagi emberek számára? Jót. Tehát, hogyha úgy gondolják a karcagi emberek, hogy további bizalmat szavaznak például nekem és a jelenleg regnáló fideszes képviselőknek, akkor nagyon sok jót fog tartogatni, nagyon komoly fejlődést fog tartogatni a város számára. Leginkább azok érzékelik ezt, akik mondjuk évek vagy évtizedek óta nem jártak a városban, és rácsodálkoznak, hogy milyen komoly fejlődésen ment keresztül a város, és még inkább meg fog történni ez a jövő időszakban. Ezekről természetesen majd beszélgetni fogunk. Én köszönöm a mai beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. A televízió nézőknek is köszönöm a figyelmet. Ne feledjék, hogy műsorainkat a www.karcagtv.hu internetes oldalon is visszanézhetik, valamint YouTube csatornánkon. Viszontlátásra!